Sziasztok, Zsuzsák Balázs vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Hová lett Vadócz Krisztián? A 40-szeres magyar válogatott védőről akkor lehetett hallani utoljára, amikor Pintér Attila szövetségi kapitány február elején meghívta a válogatott törökországi edzőtáborába. Sajnos igen, az elmúlt időszakban nem sikerült játszanom az Odense első csapatával. A szerződésemmel kapcsolatos dolgokkal hozhatjuk összefüggésbe. Nem a szakmai oka van annak, hogy nem játszok inkább, de most fog lejárni a szerződésem, és próbálunk már régebb óta gyűlőre jutni. Ez az oka, amiért nem lehet mostanában olvasni róla. Vadócz az előző szezonban alapemberré vált klubjában a dán élvonalban szereplő OB Odenszében, azonban az elmúlt két hónapban csupán egyszer került a keretbe. Mint fél évvel ezelőtt jeleztem, hogy nem tudjuk úgy folytatni, ahogy az előtt a dolgokat. A klubnak is ez tervében szerepelt, hogy esetleg télen akkor sikerül másik csapathoz szerződnöm. Az Odense az, aki nem elég körültekintően nézte a dolgokat, és nem csak én vagyok nehéz szituációban emiatt, hanem ugyanúgy a klubi számukra is ugyanolyan fájdalmas, hogy itt vagyok, de el is kell fogadnom, hogy ilyenkor nem rajtam áll elsősorban, hogy mi történik velem, hanem természetesen a klubban profi világ áldozata vagyok. Már a téli felkészülés alatt szóba került, hogy a válogatott középpályás távozik Dániából. Izraeli, svájci és orosz érdeklődésről is lehetett hallani, azonban megkeresés nem érkezett, így Vadócz maradt Odenszében. Azonban az elmúlt két hónap történései miatt egy dolog biztossá vált. Eléggé színes és kalandos utat jártam be eddig is. Tudnám szívesen mondanám, hogy mi lenne a következő úti cél. A mai világ az még kiszámíthatatlanabb, vagy amilyen eddig volt így a futballvilágra gondolok. Minden esetre biztos, hogy nem lesz szerződés hosszabbítás. Én arra tudok reagálni, amilyen ajánlat befut minden országnak, vagy labdarúgásnak is megvan az előnye, hátránya. Ez abszolút ajánlat függő, hogy mire mondanék igen. Vadócz Krisztián 2012. szeptember 23-a óta 35 mérkőzésen szerepelt az OB Odenszében, ezeken 9-szer volt eredményes. De hogy a bajnokságból hátralévő 5 bajnokin összejön a 10. gólja, az már nem rajta múlik.